tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ közösségi terében, ezen a gyönyörű tavaszi napon. Köszönjük mindenkinek, aki ebbe a zord és szudar időjárásba úgy érezte, hogy a szíve ide húzza hozzánk ennek a kiállításnak a megnyitójára, és természetesen Szekeres Erzsike tesztőművészhez, akinek a csodálatos alkotásairól fogunk ma beszélni, és ezeket fogjuk közösen megtekinteni. Köszönjük szépen a Cipóriska Ének Együttesnek a műsorát. Széki táncdallamokkal varázsoltak tavaszt a mi lelkünkbe és a szívünkbe. Felkészítőjük Benedek Krisztina és a Frederik Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Még egy tapsal köszönjük. Gyönyörű kiállításnak, amit láttam, hogy nagyon sokan már megtekintettek, Tündér Erzsébet címet adtuk. Mindenki gondoljon erről a címről azt, amit szeretne, de hogyha elég figyelmes, akkor ezt a képet is megtalálhatja itt a kiállított művek, alkotások között. A falakat 50 gyönyörű meseillusztráció díszíti. Elárulom, hogy 54 volt, de a helyhiány miatt ennyi, amennyit mi ki tudunk állítani. Ezek az illusztrációk a harmadik kötet Bemedekelek mesegyűjteményhez készültek. A kötetet még most nem tudják megnézni. Erzsikével beszéltük, hogy ez idén viszont meg fog jelenni a Kairosz kiadó gondozásában, úgyhogy ez most egy olyan anyag, amit önök itt látnak, ami sehol máshol idáig még így egyben nem volt megtekinthető. Illetve nincs teljesen igazam, hiszen Józsa Judit galériájából jöttek ide ezek a képek, tehát ott már egy szűk közönség láthatta, és tőlünk február 28-a után kerül majd Sopronba a Vérveges helyére ez a kiállítás. Nagyon szerencsések vagyunk itt a könyvtárban, mert hogy a sok látogató mellett mindig más és más költözik be hozzánk. Most éppen nyulak, medvék, királyfi, királylányok, paloták épültek itt föl nálunk. Egyszerűen olyan tálatot kaptunk Erzsikétől, ami a virágot teremtett ide hozzánk. Nagyon köszönjük azt is, hogy ezt a három varázslatos szőnyeget is elhozta, és én most kitakarok egyet, és nem tudom, hogy tudok-e úgy állni, hogy mind a három látszódjék. Kérem, majd ezeket is tekintsék meg, és fogadják olyan jó szívvel Erzsikétől, ahogy ő ezeket készítette, és hozta ide hozzánk. Ez a kiállítás ugyancsak február végéig látható itt a földszinti közösségi térben, de a gyermekkönyvtárunkban van egy állandó kiállítás, amit ezúton ajánlok szíves figyelmükbe. A Palacsintás király című kötethez készült illusztrációk tekinthetők ott meg, és ezúton köszönjük Erzsikének, mert hogy ez most így állandóan a mi gyermekkönyvtárunkat díszítik. Szeretettel köszöntelek, örülünk, hogy itt vagy megint nálunk. Kérdeztem, te Erzsike, hanyadik kiállításod ez itt nálunk? Te, több mint 10. Úgyhogy eddig jutottunk, én is azt gondolom, hogy nagyon örülünk, és még kívánjuk azt, hogy legalább 10-szer állíts itt ki nálunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy megint ide hoztad ezeket a gyönyörű alkotásokat. Szeretném megkérni Lábadi Károly néprajzkutatót, hogy nyissa meg a tárlatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, én is nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntök mindannyiukat. Örülök, hogy tényleg az imankó ellenére is ennyien elfáradtak. Azt hiszem, hogy a szeretet meg a kíváncsiság hozott el bennünket egy kicsit erre a kiállításra, mert tudjuk, hogy Szekeres Erzsike textil és iparművész mindig valami meglepetést tartogat számunkra. Gondolom, hogyha megnézik majd a képeit, a meseillusztrációkat, akkor helyben hagyják ezt a megállapításomat, mert ezek olyan képek, amelyek egy csodálatos világba vezetnek el bennünket. A gyermekkorunk emlékei kelnek életre, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van ezekre az emlékekre, mert az ember emlékek nélkül olyan, mint egy kiszáradt fa. Ugye a mesékre már utaltam egy fél mondattal, és joggal tehetjük föl a kérdést, hogy vajon nem csak a gyerekek, hanem felnőttként is miért szeretjük a meséket. Hát erre próbálok néhány mondattal majd válaszolni. Miért is szeretjük a meséket? Mert a mese a vágyvilág kitárása, a képzeletvilág
korlátlan időhatárok közötti megjelenítése. Előadásával a mesélő mindenkor közösségének érdekeit, ízlését szolgálja. Ezeknek az elvárásoknak lesz kiszolgálója, és éppen ezért a népköltészeti folkloralkotások sem egyéniek, nem egyediek, hanem közösségiek, egy-egy típusnak a variánsai. Olyanok, mint a tenger, amikor magába gyűjti a folyók vizét, azaz őrzik az emberiség valós és képzeletbeli világának évezredes örökségét. A mese főhőse Rendre a harmadik szülött, a szegény ember legkisebb fia, akinek sanyarú élete valamilyen csodás segítséggel, váratlan fordulattal mindig jóra fordul, kilábal bajból, túlteszi magát a megpróbáltatásokat. Végeredményképpen mindig az igazság arat diatalt, a gonosz, az ártó, az ármánykodó elbukik, megbűnhődik. A mesei harcokban csak is az igazat képviselő hős győzedelmeskedhet. Ezért szeretjük. A mese a korlátlan lehetőségek világát nyitja meg a hallgatóságának. Benne semmi sem lehetetlen. Beszélnek az állatok, ugyanúgy gondolkodnak, mint az emberek, azok segítőtársaivá szegődnek. A csodák a mesékben mindennaposra. Azzal pedig, hogy a mesélő, meseíró történeteit a hol volt, hol nem volt formulával kezdi, hallgatósága számára megszünteti mind az időt, mind a teret. Olyan dimenziót teremt, amelyben a hallgatósága a történés folyam jelen idejűségében érezheti magát. Amikor pedig azzal zárja le elbeszélését, hogy ma is élnek, ha meg nem haltak, vagy ha valaki nem hiszi, járjon utána, csak nyomatékosítja annak lehetőségét, hogy az elbeszélt, megelevenített vágyak akár igazzá is teljesülhetnek. De hogyan is lehet meghatározni azt a műfejt, amely évszázadokon keresztül le tudta nyűgözni hallgatóságát, és ma is úgy érezzük, ha hiányzik életünkből, nem vagyunk igazán boldogok. Minden mesetörténet igazából azonos, duális rendszerből épül föl, ha képzeletbeli vagy valós helyszínek változnak is, mindig, minden körülmény között, a jó, a gonosz ellen, és ebben a párharcban mi, a hallgatók, mindenkor azért szurkolhatunk, hogy a jó győzedelmeskedjen a világot megrontó rossz felett. A mese terjesztésében és népszerűsítésében sokan jeleskedtek. Egyik közülük Benedek Elek, akinek múlhatatlan érdeme és művészete abban áll, ahogyan egyik méltatója, a Monda közlő lengyel Dénes írta, hogy mesekönyvének nyomtatott szövegét élő szóvá varázsolta. A meséket újra élővé avató szerző 1894 és 96 között 5 kötetben a magyar mese és mondavilágban adta közre népünk történeteit. A gyűjtéséből összeállított kiadványok megjelenésük óta több százezer példányban jelentek meg. A Kairos kiadó 2010 óta kezdte el újból közreadni a Benedek Elekféle meséket. A szép vállalkozáshoz Szekeres Erzsébet textil- és iparművész is csatlakozott, aki az eddig megjelent 2 kötethez, valamint a harmadikhoz rajzolt szépséges meseillusztrációkat. Az utóbbinak több mint 500 illusztrációjából áll ez a mostani kiállítás is. Legalább olyan nehéz jó képet festeni egy-egy meséről, mint figyelemkeltően hallgatóságot lekötő módon elmondani egy történetet.
ahogy a gondolatból lesznek a szavak és mondatok, ezeknek kell képi jelekké átalakulni. Méghozzá oly módon, hogy az illusztráció tükrözze a mese lényegét. Rajta legyenek a szereplők, ahogy a művész elképzeli őket, ugyanakkor eszenciálisan maga a történet főbb cselekmény folyama is kiolvasható legyen az illusztrációból. Szavak helyett Szekeres Erzsébet ügyesen megoldja ezeket az elvárásokat, formákkal, vonalakkal, színekkel közérthetően fogalmaz. Színvilága mindig azonosul a mese világával és hangulatával. Segíti a képzeletet, hogy a mesehallgatónak ne csak lelki, hanem látó szem előtt is elképzelhetővé váljon, és megjelenjen a Varjú király, Tündér Erzsébet, Furulyás Palkó, Ludas Matyi, az Aranytollú madár, Kígyós Jancsi, a Világszép Úrfi, Szekvőhajó János és a sok-sok többi mesehős. Légies alakjaik finom vonalakból, pasztelszínekből, áttetsző foltokból vannak megformálva. Egyéni stílusjegyeket mutatnak. Könnyű reájuk emlékezni, bárki számára könnyen felismerhetőek, mert a világunkat elárasztó és agyonnyomó képregény figurák fölé nagyra nőnek, kiemelkednek közülük. Szekeres Erzsébet művészetének lényege és értéke abban gyökerezik, hogy látásmódja és képzelete alkalmazkodik a meséket hallgató gyermekekéhez. Ezt a látásmódot az ő példája nyomán mi, felnőttek is szívesen tanulgatjuk, tanulgatnánk, hogy mi is részeseivé, ha csak sóhajtásnyira is válhassunk a mesék csodákkal, átszőtt, kitárulkozó, jobbító világának. Arra kérem önöket, hogy a műsor után szíveskedjenek egy kicsit elmerülni ebbe a jobbító világba, most pedig a megalkotóját, Szekeres Erzsébet művésznőt kérem, hogy néhány szót szóljon hozzánk. Csúszós úton és időben, akik eljöttek, az nagy teljesítmény. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm mindenkit, aki eljött a kiállításnak a megnyitására. Pár szólt, hogy hogyan is jutottam én el Benedek Elekhez. 2008-ban a Magyar Posta felkért engem arra, hogy készítsek két variációt Benedek Elek a meséiből, és magát Benedek Eleket is személyisítsem meg a rajzomon, Bélyeg blogban. Itt most szeretném, lefénymásoltam annak idején a 2008-ban, amit én beadtam a tervet, egyik oldalt kézről kézre tetszenek majd adni, a másik kartonomon rajta van az egyik oldalt, tessék megnézni, és a másikat is, a két variáció rajta van. Na most, akkor, amikor tehát felkérik az embert egy bélyeg tervnek a készítéséhez, előtte való évben kérik fel, és azt mondják, hogy legyen olyan szíves, készíts el, megadják a méretet hozzá, és tulajdonképpen 5-6 pályázónak adják oda a terv készítését. Név nélkül kell beadni a Magyar Postához tervet, majd azután, amikor összegyűjtötték, akkor egy 15 fős bizottság az írja le. Na most én ezen a pályázaton, már így a végét mondom, aztán közben majd visszatérek az elejére, nem nyertem. De azzal nyertem,
és nagyon sokat, és minden egyes alkalommal, mert többek között az Árpádházi szenteket is így kaptam meg ajándékba, és így kaptam meg Benedek Eleket is ajándékba. És ettől nagyobb nyerést el se tudunk képzelni. Hát amikor elkezdi az ember, mit tesz? Hozzá kellett tanulni. És akkor elkezdtem Benedek Eleket megismerni, hogy ki is volt Benedek Elek. A barátaimat megkértem, az egyik is, másik is, harmadik is, mindegyik hozta az anyagot, hogy ki is volt ez a csoda ember. És ugye a születése 1859-ben volt, és tulajdonképpen 2009-ben ünnepeltünk Magyarországon a születésének a 150. születésnapját. És ő 1929-ben halt meg. Lényeges ez a szám is, és majd megmondom, hogy miért. Na most, Benedek Elek Kisbacomból származott, Erdély országából, a csodálatos magyar hazából, az egyik tájából, és ott volt kisdiák, és ahogy az előbb említette Károly, hogy hol volt, hol nem volt, és bizony megjárta a Havasok útját, amikor a kollégiumból hazament, mert nagyon, de nagyon vágyódott haza, és a hegyeken, ahogy köröztül ment a Havas hegyeken, és egy kenyér, szelet kenyér volt a kezébe, és ez olyan volt, mint a mesékbe is, amelyeket összegyűjtött, a kicsi kis királyfi, amikor hazament, és a célját eléri. És mi volt az a könyv, ami őt elindította ezen a világban, tehát erre a világban? Friza Jánosnak a Vadonzsák című könyve. Egy csodálatos könyv, melyben Friza János, a lelkipásztor összegyűjtött a népdalt, a népmesét, a népballadákat, és azoknak az állatoknak a nevét, melyek a mindenkori családoknál ott voltak. Tehát a lovak, a tehenek, a macskának, a kutyának a neveit. És nem utolsó sorban a férfiak és a nőknek a neveit. És annak Bece neveit. Például Erzsébet, Örzse, Börzse, és sorolhatná. És valami csodálatos gyűjtemény. Na most ez volt az, ami tulajdonképpen hát Benedek Eleket elindította, és ő szintén balladákat szeretett volna készíteni, de aztán a gyűjtésnél, tehát odáig jutott, hogy a gyűjtés, és azt szedte össze. És hány darab mesét gyűjtött mindegyiknek? 389-et. Nem akármennyit. És ebben segítettek neki azok a tanítók, tanárok, lelkészek és az egész Kárpát-medencében élő emberek. Egy-egy mese megjelenik tulajdonképpen a régi Magyarország délvidékén, ugyanaz a mese megjelenik Felvidéken, csak ottan lent esetleg Jankónak, fent hívják Jankónak, lent hívják Jánosnak, vagy Erdélyben megint csak egy másik neve van. Vagy a Duna-Tisza közén úgy szintén. Na most, amikor Trianon eljön, akkor hazamegy Kisbacomba, a szülőfalujába, összeszedi a családját, és Benedek Elek a kúriát rendbe hozza, és ott tulajdonképpen elindítja a Cimborák című nagy-nagy, és összefogva a gyerekirodalomnak ő lesz az igazi Elek a kúria. Na most visszatérve Friza Jánoshoz, amikor elkezdtem olvasni az ő életrajzát, hát döbbenten tapasztaltam egy nagy megismerésre saját magammal kapcsolatban, hogy 1974-ben bejöttem ebbe a kicsi kis könyvtárba, még ott a sarkon volt a bejárata a könyvtárnak,
És a lakatos Évike néni a pultnál ott állt, és megkérdezte tőlem, hogy Erzsike, mit keresel, vagy mit szeretnél? És én mondtam, hogy egy olyan jó mesekönyvet, ahol népmesék vannak benne, és abban az időben született két kis unoka a hukom, a Cecilike és az Orsika, és azoknak szerettem volna valami szép mese szőnyeget készíteni. Sere Éva néni a pult aláig benyúlt, úgy emlékszem a szép fekete hajára és a pontjára, és a pult alól előszedte Priza János Vadózsák című könyvét. Azt mondta Erzsike, erre nagyon vigyázz, mert ez nem kölcsönkönyv, hanem ez itt bent lehet csak megnézni, de tudom, hogy te vigyázni fogsz rá, és odaadom neked. Na, én elkezdtem olvasni. Őszintén megmondom, nem értettem először, olyan volt, mint a hottentott a nyelven. Még végül olvastam, és rádöbbentem, hogy a csodaszép magyar nyelvnek a csodája van a vadóság. És akkor úgy éreztem, hogy valami közös van bennünk. És ekkor volt az, hogy 2009-ben, januárjában a Felső Zsolcai Zsépap Ferenc felhívott engem, a Bálcai Kastélynak a vezetője, hogy Erzsébet, szeretnék 2009. decemberében egy kiállítást rendezni magának, maga választ, hogy mi legyen. Tudja mit, Feri? Ebben az évben van Benedek Ereknek a születésének a 150. évfordulója, csináljuk meg a 150. évfordulóra, és én elkészítem a meséket. És így készült el az első 60 darab mesekép. Ez 2009. december első hetében lett bemutatva a Bárcai Kastélyban. Majd aztán ezután ez az anyag 2010-ben a Magyarok Házába került bemutatásra, ott Koncsek Ildikó nyitotta meg a meseszőnyegekkel együtt, és akkor Kovács Gergelyné, akkor M. Tóth Katalin és az ő férje azt mondták, hogy ezeket a képeket könyvbe kellene valamilyen formába kiadni. És erre Medvig Endre azt mondta, hogy hát kellene beszélni a Kairosz kiadóval. És utána jött, hogy Bedő György úr, aki szegény tavaly halt meg, és behivatott a 16. kerület Apály utca 1/A-ba, és azt mondta, hogy Erzsébet, itt van az anyag, és hát nagyon szeretnénk ebből egy mesekönyvet. Hát mondtam, hogy állunk rendelkezésükre. És így 2010 karácsonyánra megjelent a Mese-mese-meskete, minden hétre egy mese. És ugye egy évben hány hét van? 52. Mint ahogyan már jó párszor elmondtam, hogy kerekisten fája, 12 ága, 12 ágának 52 virága. 52 virágának 3 aranyalmája. A karácsony, a húsvét és a pünkösd. És így az 52 mese megjelent az első mesekönyvben. Ezután jött a következő 52 mese, az Kecskés József úr mutatta be az Erzsébet szállónak a földszinti részébe, és az a könyv tulajdonképpen Tűzmadár címen 2015. február 21-én jelent meg. 2014. októberében kaptam meg a felkérést a harmadik mesekönyvnek a készítéséhez, amit itt látom, ez 54 mesekép. Közben az történt, hogy volt ugye a családban is, meg ajándékban is elkerültek meseképek, de odahaza maradt 79 darab mesekép,
bekeretezve, paszpartolva, és közben az országot végigjárta. Több helyen volt kiállítva az évek alatt. És hogy mi is jött közbe, Székely Csaba, a volt rektor úr, aki Sopronba került, azt mondta, hogy Erzsébet, jó lenne a soproni óvónő képzőbe bemutatni a mese képeket. És így került 2013-ban a meseszőnyeget, és az első mesekönyvből egy bizonyos rész, mert nem tudtunk mindent kiállítani, annak a bemutatása, majd 2014-ben jött a következő mese, 2015-ben tavaly volt egy harmadik mesesorozat, és akkor úgy döntöttem, hogy amikor láttam az óvónőket, ahogy ott ültek, 240 vagy 280-an, hogy valamit kell tenned, Szekeres. Nyugat-Magyarország egyetemének az egyik karát úgy hívják, hogy Benedek Elek pedagógiai kar. És kik tanulnak ott? A jövő nemzedéket tanító óvónők, csecsemősök, marketingesek. Akkor hova kell neked kerülni a Benedek Elek meseképeinek? Az épület 1927-ben épült a Klebersberg Bruno-nak az idejében. Gyönyörűséges szép épület Sopronnak a belvárosában, a Ferenci utcában. A ház előtt egy gyönyörű, szép Benedek Elek mellszobor. És nem akárki, mert ugye az előbb említettem, hogy mikor halt meg Benedek Elek, 1929-ben, és van egy ember, aki pont akkor született, akit úgy hívnak, hogy Kányádi Sándor. Ő pedig az első kútját, mesekútját, hol állította fel, Budán, a várba, a meseház előtt, és a második kút, az pedig pontosan ezelőtt az épület előtt van. És ha már ennyi minden összejön, akkor a Benedek Elek meseképeknek oda kell kerülni. És egy nagyon-nagyon kedves tanárnővel, aki megmutatta nekem, hogy az óvónők hogyan varják a rongybabákat, a bábokat kézzel, és csodálatosan szép a műhely, és dr. Hart Éva docensasszony, és jó barátságba kerültem, és mondtam neki, hogy Éva, van 79 darab mesekép. Én ezt szeretném az óvónők képzőnek ajándékozni. Van hely? Azt mondja, Erzsike néni, csak helyre kell hozni a termet. Egy hatalmas nagy terem, ahová se a hallgatók, se a tanárok nem szerettek járni, mert egy így kinget kongott össze-vissza, azt mondja, ki fogjuk meszelni, rendbe fogjuk hozni, és 2015, amikor volt az évzárónak az ünnepsége, az június 28-án volt, akkor fölraktuk a és ott úgy dolgoztak, mint a kicsi kis méhecskék, ott nem volt az, hogy na most tanár, akkor hallgató, volt óvónő, volt, aki a férje jött segíteni, a másiknak a felesége jött segíteni, vagy 30 ember pillanatok alatt szépen felrakta és feldíszítette a termet, és mellette, még azt is hozzá kell tennem, hogy az elmúlt évek alatt szintén tehát az országban több kiállításon szerepeltek a kesztyűbábok, rongybabák és a bubák, az közel 80-valahány darab, és úgy gondoltam, hogy az is, annak is oda kell kerülni ehhez a kollekcióhoz. És mondhatom, hogy jó szívvel, hogy jó helyre került. És örültek, és amikor most elkezdődött a tanév, 2015. szeptemberében Éva felhívott, és azt mondta, hogy tudod, Erzsike,
már rájuk kellett szólnom az óra alatt, hogy rám figyeljenek, és ne a képeket nézzék a hallgatók. Mondom, jól van. Na, annyit szeretnék még mondani, hogy az itt látott munkákból úgy néz ki, hogy ebbe az évben reménykedjünk, hogy a harmadik mesekönyv is megjelenik, és ezek a munkák pedig szintén oda kerülnek Sopronba, és így összességében 130 darab mesekép tulajdonosa lesz az óvónő képző. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, hogy mindenki majd a kiállítás után nézze meg a képeket, mert vannak benne huncutságok, és ami öröm számomra minden egyes alkalommal, hogy tulajdonképpen a meséket én válogathatom össze. És ebben van embermese, tündérmese, állatmese, legendamese, történelmi és regék vannak, és van a világirodalomból is egy pár, amit meg lehet találni, és tulajdonképpen ez mind köszönhető Benedekeleknek, aki ott rajta ült azon a bakon, azon a szekéren, és gyűjtötte a szekérbe mind azokat az ajándékokat, melyeket küldtek a tanítók, a tanárok. A kicsin kis országunkban, a Kárpát hazában, ami olyan, mintha összetesszük a két tenyerünket, mint két tenyér, vagy egy szelet kenyér, és ez az ő dicséretük. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam. Hát csak nekem jut itt a végén a szó, hogy látom. No. Hát te kocsocska, hát úgy látszik, hogy én a mesémet csak ilyen nagy hóba fogom mesélni. Folytok-folyvas billőkkel, még egy icipicit bírsz-e föl lenni? Kellenél nekem egy kicsi segítség rá? No. Bírod-e? Hát persze, látom én a szemeden. No. Ha miről meséljek én nektek? Ha hoztam nektek egy Benedek ellen mesélt, hát mit tudok mit tenni? Erzsika megsukta a fülembe, hogy nem meséljetek másról, csak a nyulocskáról, le? Ha meg erről nincs. Hát erről a szépen szóló varangocskájáról. Kíváncsiak vagytok-e rájön? No. Ha gondoltam, mert nem tudok mit tenni. Hát itt vagyok, s meg kihallgatni. Szóval volt egy nyulocska. Én ismertem. Hát erről mesélek a nyulocskáról. Még egy szépen szóló harangocskájáról, ilyen volt gyönyörűséges, onnét árdély orszak volt, csinget bongott a harangocskája. Sétált a nyulocska az erdőben, amára csak jár, csengette a harangocskáját. Ide fő volt kötve a nyakába, én most nem kötöttem meg, de ha el tudja képzelni talán. Ahogy sétált, elfáradt ebben a sok sétába, és messziről látott egy bokrocskát, ilyen aprócskát. Ha gondoltam magába, hát én most úgy elfáradtam, lefekszem, pihenek egyet. Ja Istenem, de hát amíg én alszom, ha valaki ellopja az én harangocskát. Fogta magát, kiakasztott a harangocskáját a nyakából, még egyszer megcsölintette. És odarakta a bokornak a legbelső ágába. Így erősen odailáztette. Vigyázz rá, már nagyon. Aztán a nyulacska lefeküdt aludni. Aludt, amíg csak bírt. De hát egyszer csak kiadta magát, ugye már sosem megyünk haza. Amin föl kell, hát mit lát? Volt bokor, nincs bokor. Názi, názegáti. Hát képzeljék el, akkorára nőtt. Mint amekkorára Szilárd emeli a bokrocskát magasan főfele. Mondom, Szilárd emeli magasan főfele a bokrocskát. Hát no, még magasra. Na, eljárt magasra, ma most már tudja képzelni. Eljárt magasra, nőtt, míg a nyulacska jött. Kiabált föl a nyulacska. Te bokrocska? Te bokrocska? Mi van a kezecskédben?
Még szerencse, hogy olyan magasra fel tudott nézni, és meglátta a harangocskáját. Harangocska, gyere le! Nem megyek ki! Harangocska, hát gyere le! Te az enyém vagy, nem! Nem, mi rakasztottál föl? Megmérgesedett a nyulacska. Te fa! Add vissza, nékem, a szépen szóló harangocska. Azt mondja a fa, nem adom vízé. Ha még kellett felaggatni ezt a szépen szóló harangocskát. No, megadj csak, te fa! Adod víz nekem. Ment a nyulacska, na, mérgessen. Ment oda a baltához. Te balta. Gyere, baki a fa. Nem adja vissza a szépen szóló harangocskámat. Nem adom víz, nem vágom víz, én mondja a bolta. Na még ilyet, nézzétek, sok. Megmérgesedett a nyulacska, s menj tovább a köszörökőhöz. Te köszörű, gyere, a boltát élezd meg, hogy a bolta vághassa a fát, a fa meg visszaadhassa nekem a szépen szóló harangocska. Nem köszörülöm, mondja köszörülöm, ha hallottatok meg éve. Szegény nyulacska, ugye átasárede, hogy szalad egyenesen a vízhez. Te víz, menjél és forgasd a köszörükövet, hogy a köszörű fenyhesse a baltát. A balta meg vághassa a fát, s a fa végre visszaadja nékem a szépen szóló harangocskámat. Nem hajtom én. Hajtottam én már eleget, mondja a víz. A nyulacska elszomorodott, s ment tovább, s találkozik a bikával. De bika, idd a vizet, hogy a víz hajthassa a köszörükövet, a köszörükő fenhesse a baltát. A balta vágja a fát, csak fa visszaadja nékem a szépen szóló harangocskámat. No, mit gondoltok, hogy jártam vele éppen úgy, mint a többi vál? Mondja nékem a bika. Nem iszok én vizet, ittam én ma, ne legyen. Na, szegény nyulacska. Álszomorodott, s menj tovább, bánatosan. Szomorúan, egészen szomorúan, amikor összetalálkozott a vadászkal, de vadász, hát jár, s lőd meg a bikát, a bika nem akarja inni a vizet, a víz nem akarja hajtani a köszörük, a köszörű nem akarja fenni a boltát, a bolta nem vágja a fát, csak fa nem adja vissza nékem a szépen szóló harangocskámat. No. Hát mit gondolnak a vadász, mit mond? Nem, azt mondja, ő nem ő bikát, még ilyet. Ez szomorodott a nyulacska, s menjem tovább. Találkozott az egérkével. Egérke, no, jár már, s csíd meg a vadász lábát, hogy a vadász a bikát meg tudja lőni, a bika iszta a vizet, a víz hagyja a köszörükövet, a köszörükő fenni a baltát. A bolta vágja a fát, s végre megkapom a szépen szóló harangocskámat. No hát az eké. Nem bizony, nem csípem én a vadász lábat. Elszomorodott a nyulacska, s bánatában tovább halad, s ment a macska. Ne macska. Érte, könyörgött a macska. No. Hát segíj nék, fogd az egeret. Az egér, mit is te, na, emlékeztek-e rá? Megcsípi a vadász. Na, még szerencsé, hogy a gyereketem tartott. Az egér csípi a vadász. A vadász fogja a bikát. A bika issza a vizet. A víz a köszörükövet hajtja. Köszörükő fel a boltát. Bolta vágja a fát, s én megkapom a szépen szóló harangot. Már fogom bízni az egeret, nem? Amíg nem itt, ha ihatok finom tejecskét. Na, bánatában! Szaladt tovább ez a nyulacska, s ment a tehéhez.
Hol a nők, mint nám sír. Kávé! Mondja alá egy kis finom tájácskét. Tájácskét hiszem macskának. Macskafogó az ágár. Ágér meg! Megcsípi a vadat! A vadat! Lövi a bikát! A bika iszta a vizet, a víz hajtja! Köszörükölt, köszörükül fáni a baltát! A balta vágja a facs! Végre enyém lesz a szépen szóló varagocs! Azt mondja a tehén. Nem. Tenném én annak kitájácskét néked. De ha szükségem van friss füvecskére, a nyulacska bánatában halad, halas, kereste a kaszalsámbert. Na szép kaszalsámbert, találtam én itt. Kaszalsámbert. Nagy baj! Friss füvácskét vinném tehének. Tehén a tejácskét viszem a macskának. Macska iszta tejácskét fogja az egeret. Egér aztán. Megcsípi a vadász. Vadász. Lövi a bikát. Bika iszta a vizet, víz forgatja a köszörükövet, köszörükő fáni a bolta, bolta vágna a fa, és képzeljék, kaszás ember, fogta maga, kiment a rétre, s fogta kaszálja, suintott egyjárt, s egy köteg frissen, elindult, s odaadta néki a nyulacskának, nyulacska szaladt, vitte tehénnek, tehénette a friss zöld füvecskét adott, tejecskét, tejet vitte macskának, macska itt a tejet, macska szaladt egérhez, fogta egeret, egér aztán, megcsípte végre azt a írbumburgum vadászt, a vadász itt a vizet, víz, vika, vika, bikát, majd kiadtam, a bika itt a vizet, víz forgattam, köszörükövet, köszörükő fent a baltán, balt, a nyulacs, visszakaptam a szépen szóló parancsustája, megcsengette, megbongatta, azóta is ezt hallgatja, az egész ódája. Aki nem hiszi, járjon.